Janusz Xavier, akit a New York Times a 80-as években az Orgona Horovicának nevezett, 27 országban több mint 3000 hangversenyt adott már. Az Orgona művészt sokan támadják, sokan pedig éppen ellenkezőleg rajonganak érte. A zenetörténet első négyszeres platina Orgona lemeze az övé. Sajátos műfajt teremtett, koncertjein a komoly és a könnyű zene határai összemosódnak. A művész Bach elhivatott közvetítője, szerinte a zeneszerző a legmagasabb szinten komponált, tehetségét az Istentől kapta. Koncertturnéjának nyíregyházi állomásán az bizonyította be, hogy Bach a megszokottól más megközelítésben is előadható. Újra értelmezzük, vagy újra olvassuk Bachot, akkor semmi más nem csinálunk. Csak a fantáziának azt a játékát futtatjuk végig a belső szoftverünkön, hogy és hogyha most Johann Sebastian Bach fölkelne a Lipcsei Tamás templomban lévő sírjából, és beállítani mondjuk a Montreali Jazz Fesztiválra, akkor lehet, hogy az első 25-30 percben csodálkozna, főleg az emberek ruháján, meg esetleg a viselkedésén, de hogy egy óra múlva már jazz játékosabb lenne a jazz játékosnál, az egészen biztos. A zeneművek előadása között az orgonaművész a koncert vendégével, Törőcsik Marival beszélgetett. A nemzetszínésze nem vállal fellépéseket, így nehezen engedett Varnusz Xavér azon kérésének, hogy Nyíregyházán is beszélgető társként közreműködjön a hangversenyen. Rávett ez az őrült ember, hogy benn van két fotel, meg egy asztal, én ott ülök, és mondjuk kettőt játszik, és leül velem beszélgetni. Mondom, ember, engem meg fognak kövezni. Nem köveztek meg, és állítólag, hát nem tudom, én szégyellem, most is azért vagyok itt, hogy vele beszélgetek időnként. De mondtam most is neki, hogy Xavér, engem ki fognak fütyülni. Várnak az emberek, hogy majd valamit dalolok, vagy előadok, és én itt majd magára várok, hogy időnként beszélgetünk. Hát állítólag, ha ott kellett, akkor itt is kell, rávettek. Varnusz Xavér zenésztársai a koncerten a világhírű Bőgős, Barca Horváth József, Tóth Zsolt, a Talamba együttes dobosa, valamint Lukács Áron gitáros voltak.